szépen lángol, nem fújja már a bántó szél. A biasztest elolvadt, valahol új életre kér. A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. Szelíden kérik őt, s ő játszik egy égi dallamot. Egyé ford kéz a húrral, és már egy új ütemme kezd. Lassúbb és csöndesen szól, úgy üzeni megérkezett. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk maradt, őrizzük mosolyodat. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk maradt, őrizzük mosolyodat. Kiállt kegyetlen, elválaszt zord idők kezed. Az ész hazud ne enged, nehogy a reményt elvegye. A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. Szelíden kérik őt, s ő játszik egy égi dallamot. Minden üvöltve lázad, hol van az elrabolt hitünk? A lelked halhatatlan, de a fájdalom belőle. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk maradt, őrizzük mosolyodat. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk maradt, őrizzük mosolyodat. Lelkünkből szól. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk.
Szevasz, Johan. Vennék egy videókamerát. Segíteni? Persze, majd megkereslek. Kösz. Szevasz. Nincs bekapcsolva a biztonsági öve. 300 forint. Maga nem ide valósi rendőr, igaz? Nem, Szombathelyre jöttünk át kisegíteni. 300 forint, vagy följelentem. A biztonsági övet mindenkor be kell kapcsolni. Maga alapvetően vétett a közlekedési szabályok ellen. Vagy megbüntet, vagy letól. A kettő együtt nem megy. Igen volt. Sok jó bajtársunk volt, illetve van 19-ből. Volt például egy nagyon kedves kománk. Talán tetszik ismerni a nevét. Úgy hallottuk, hogy ő is itt dolgál Spanyolországban. Bors. Bors Máté. Hát hogy ne ismerném? Bocsássatok meg, fiúk. A hosszas faggatózásért állt az ember kénytelen. El sem tudjátok képzelni, az ellenség hányszor küld ide kémeket, provokátorokat, de hát Máté garancia. Annál is inkább, mert 2-3 hét múlva személyesen is igazolhat benneteket. És most? Arra gondoltam, mi lenne, ha segítenél. Följössz, körülnézel. Mit tudom én, több szem többet lát. Na, gyerünk. Doktor! Azt hiszem nem. Kösz. Jó munkát, szevasztok. Kösz. Szevasz. A legsürgősebben ellenőriztessétek őket. Szántót, Köröshegy, itt van szemben, oda magam megyek. Nagyon lassan juttok át a kompon. Csöpi! Mi az? Mit integet ez? Biztosan sok a szúnyog. Ötvös főhadnagy. Már csak hadnagy, Béluská. Na, mit csináltál már megint az ég szerelmére, Csöpikém? Volt egy apró afférom. Te mondd, ide adnád egy órára a ladádat? Persze, vigyed csak, illetve vigyétek. Jaj, bocsáss meg, elfelejtettem. Kollégám Kardos Tibor. Doktor Kardos. Nagy. Te mondd, megint új fiúk vannak nálatok? Igen, a Jancsi meg a Pista. Ők szuliba vannak, kint vannak a vizen. Majd mondd meg nekik, hogy legközelebb kiteszünk egy táblát a motorcsónakunk orrába, hogy titkos rendőrség. Jó, semmi baj. Hová lesz a séta, Janikám? Lopják a kocsiját, nem látja? Felszólításra nem állnak meg, tilos időben motorcsónakáznak, hát ezek gengszterek. Hát, az a nagy darab, az biztosan gengszter. Mert ha nem az lenne, akkor már rég kapitány lenne. De így csak hadnagy. Csöpi! Jaj, de jó, hogy jössz, Buksa, maradj itt és vigyázz rá, ebben a kerékben van a koronatanú. Tíz csúcsú!